Jó napot kívánok! Karácsony Gergely főpolgármester hozta nyilvánosságra azt a fővárosi jelentést, amelyből kiderül, hogy a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója már 2011-ben elmondta, az akkor Tarlós István vezette fővárosnak, hogy a gyermekotthon igazgatója zaklathatja a gyerekeket. A gyermekotthon dolgozói a főváros oktatási, gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának mondták el, hogy egy az intézményben lakó gyermek szerint az igazgató belenyúlt a nadrágjába. Az ügyben semmilyen felelősségre vonás nem történt, a Bicskei Gyermekotthont fenntartó fideszes főváros nem rúgta ki és nem függesztette fel V. Jánost, aki ennek köszönhetően még 5 évig molesztálhatta a rábízott gyerekeket. Ennek a főosztálynak akkor Pölöskei Gáborné, Áder Anna Mária, azaz Áder János húga volt a vezetője. Pölöskei Gábornét ezután előléptették. Balogh Zoltán minisztériumában lett államtitkár, és államtitkár a mai napig, jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. A Demokratikus Koalíció Pölöskei Gáborné, Áder Anna Mária azonnali lemondását követeli. Hogyan lehet államtitkár az, aki a Bicskei Gyermekotthon fenntartójaként nem akadályozta meg, hogy a pedofil igazgató tovább molesztálja a rábízott gyerekeket? Hogyan tölthet be bármilyen kormányzati funkciót egy olyan ember, aki nem védte meg a gyerekeket a pedofiltól? A DK azonnali lemondást és válaszokat követel Pölöskei Gáborné, Áder Anna Máriától. Ki utasította arra az orbáni pedofil hálózatból, hogy hagyja helyén V. Jánost? A pedofil simogató elnöki kegyelmét kijáró Balogh Zoltán utasította erre? A pedofil igazgató állami kitüntetésében résztvevő Áder János utasította erre? Esetleg az orbáni pedofil hálózat feje a pedofil igazgatót kitüntető Orbán Viktor utasította erre? Válaszokat és Pölöskei Gáborné, Áder Anna Mária azonnali lemondását követeljük. Szeretném, ha Áder János és húga is megértené. A pedofilia bűn. A pedofil igazgató érintetlenül hagyása bűn. A bicskei gyerekek kiszolgáltatása még 5 évig a pedofil igazgatónak bűn. Méghozzá olyan bűn, amire nem lehet magyarázat, és amire nincs bocsánat. Perelhetnek, fenyegethetnek, de attól még a tény tény marad, hogy Pölöskei Gáborné, Áder Anna Mária a főváros oktatási, gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának vezetőjeként már 2011-ben tudta, hogy mi történik a Bicskei Gyermekotthonban, mégsem rúgta ki, vagy függesztette fel a pedofil igazgatót az intézmény fenntartójaként. Egy ilyen embernek semmi keresnivalója a közéletben. A Demokratikus Koalíció Pölöskei Gáborné, Áder Anna Mária azonnali lemondását és válaszokat követel.